Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 22-én van egy portálnap. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek mindig van egy gyógyító ereje, vagy kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Ez egy finom energiamező. Az, hogy mikor vannak ezek a portálnapok, azt a maják számították ki. Ezen a napon tartok egy szertartást, illetve nem én tartom, hanem a férjem, mert beteg vagyok, már napok óta lázas, görcsöl a gyomrom, hasmenésem van, hányások, nem tudok enni, úgyhogy tényleg most ez megvisel, nem érzem túl jól magam, de azért gondoltam ezt a felvételt elkészítem, hogy tudjátok, hogy miről van szó ezen a szertartáson, és remélem, hogy a napok már jobban leszek. Tehát ezeket a napokat a maják számították ki, a forrás az a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám olyan, mint nálunk a hét, de náluk 13 napig tart. És ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét hoz. Ez egy misztikus szám volt a majáknál. Jelenleg a 9. hullámban vagyunk, ami eltart március 30-án. Ez azt jelenti, hogy itt lesznek változások, transformáció, megújulások, hiszen még vannak akadályok, és most ezeket az akadályokat eltávolítjuk az életünk. Ez a portálnap március 22-én az 5. nap ebben a 9-es hullámban. Az azt jelenti, hogy vagy lezárunk most valamit, és lesz egy új irány, új ötletek, új tervek, vagy az is lehet, hogy valaki beleavatkozik a dolgaitokba. Ez lehet jó befolyás, ha valaki segíteni akar, vagy lesznek új ötletek, van segítség, de lehet egy rossz hatás is, ha valaki eltereli a figyelmeteket attól, amit terveztek, beleavatkozik a dolgokba, kritizál benneteket, vagy az is lehet, hogy nála a volt barátnője jelentkezik, vagy az anyukája avatkozik be a dolgokba, hiszen nem akarják, hogy együtt maradjatok. Tehát erről is lehet szó. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon Muluk uralkodik. Muluk lefordítva vizet jelent, aminek van tisztító hatása. Lehet, hogy valamit megszépítetek a környezetben, tisztítatok valamit. Vagy vannak pozitív gondolatok, szép érzelmek, hogy itt is megvan a tisztító erő. Ez a tisztaság kihat a párkapcsolatra is, amikor érezhető, hogy vannak tiszta érzelmek. Vagy ha a múltban voltak félreértések, akkor most megvan a lehetőség arra, hogy tisztázzatok valamit. Muluk, vagy a víz jelenti az érzelmeket is. Hogy ő érzelmekkel közeledik hozzád, te is kimutatod az érzelmeidet. A párkapcsolatban ez egy szép energia, ami a vizet jelenti. Összefoglalnám, hogy mit jelent ez a szertartás, milyen témákról van szó. Ennek van gyógyító ereje. A szertartás segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Itt tisztázódik valami. Lesz
közeledés, és itt érzelmekről van szó, mély érzelmekről. Ti befejeztek most valamit, és lesz egy új irány. De vannak új ötletek is, előfordulhat, hogy valaki beleavatkozik a dolgaitokba. Ez lehet segítség, de lehet hátrány is. Azért figyeljetek oda, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzátok. Itt arról is szó van, hogy eltávolítjátok a nehézségeket, a félelmeket az élet utatokból, és ennek is van egy tisztító hatása. Bizonyos dolgok tisztázódnak körülöttetek. Az is lehet, hogy megvan most az az igény, hogy a lakásban vagy a házban tisztaság legyen, és ez jelenti a takarítást például. Tehát ezek a témák ennél a szertartásnál, amit ezúttal a férjem tart. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba. Persze megkereshetsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!